Sok szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb egészségügyi adásba. Ma Dali Halmágyi Csedén dietetikussal akörül a kérdés körül fogunk beszélgetni, hogy ha valaki lefogy, akkor boldogabb lesz-e az élete? Amennyiben Önt is érdekli ez a téma, meghívom, hogy tartson velünk az elkövetkezendő percekben. Köszöntelek Csedén a stúdióban, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma erre a beszélgetésre. Én is köszönöm szépen a meghívást. Hogyha megfigyeljük az embereket körülöttünk, akkor azt vehetjük észre, hogy néhányan bizonytalanok a testsúlyukat illetően, vagy szégyellik magukat. Lehetnek ezek férfiak is, nők is, nem feltétlenül csak a nők, de nyilván többségében nők azok, akik elégedetlenebb a testsúlyukkal, úgy látják, hogy nem néznek ki túl szépen, túl esztétikusan, hogyha valahol megjelenik egy kis több zsír a testükön, és felteszem a kérdést, hogy vajon miért érzik így magukat, mert a divat egy bizonyos mintát mutat be, amit mindenkinek kellene kövessen, és ez okoz egy diszkrepanciát a között, hogy mi a valóság, és mi az, amit ők képviselnek, vagy mi az oka? Miért akarnak az emberek annyira lefogyni? Igen, nagyon jól rávilágítottál arra, hogy a divat sok mindent diktál. Manapság egy olyan világban élünk, ahol a vékonyság idealizálva van, és a kevés testzsír, a vékony, sovány, fit kinézet az egészségességgel össze van mosva. Közben ez egyáltalán nem ugyanaz. Tehát az embernek a kinézetéből nem lehet és nem szabad az egészségügyi állapotára következtetni. Az, hogy valaki vékony, nem azt jelenti, hogy egészséges is. Rengeteg olyan lappangó betegség lehet a háttérben, ami akár vékonyság mellett is ugyanúgy rontja az egészségünket. És ami még egy fogas kérdés, az, hogy valaki vékony, nem azt jelenti, hogy helyesen táplálkozik, és végképp nem jelenti azt, hogy egészséges a kapcsolata a táplálkozással. Úgyhogy emiatt a nagy nyomás miatt akarnak annyira lefogyni az emberek, és elég sok rosszindulatú megjegyzés érinti a nagyobb testsúllyal rendelkezőket. Több kutatás is született már a témában, ami azt vizsgálta, hogy a nagyobb testsúlyúak megbélyegzése, stigmatizálásra, illetve a felettük való ítélkezés milyen hatással van rájuk. Vajon motiválja-e őket arra, hogy változtassanak az életstílusukon, vagy sem? És nagyon érdekesnek találtam az eredményeket, és kíváncsian olvastam a több kutatást ebben a témában, és hát nagyon érdekes következtetésekre jutottak a vizsgáló szakemberek. Többek között arra, hogy minél több ilyen megjegyzés ér egy nagyobb testsúlyú embert, már akár gyerekkortól kezdve, annál rosszabb lesz a kapcsolata a táplálkozással, annál jobban csökken a motivációja afelé, hogy egy diétát tartson, vagy akár egészséges szokásai legyenek. Minél többször hallja egy nap azt, hogy a kövérek csúnyák, gyenge az akaraterejük, lusták, nem akarnak tornászni, biztos azért hisztak el, mert egyszer lusták, kettő nem tudnak lakatot tenni a szájukra, hogy ne egyenek annyit, harmadszor pedig nem elég kitartóak, hogy egy diétát véghez vigyenek, és minél többször hallja egy ember azt, hogy rosszul néz ki, nem esztétikus a kinézése, így, ahogy van, teljesen elfogadhatatlan, annál mélyebbre taszítja ez a sok negativizmus abba az állapotba, amelyikben van. Fontos azt leszögezzük, hogy a nagyobb testsúly és az elhízás az egy tünet, nem egy ok. Valami belső folyamatnak a megnyilvánulása kívül, tehát senki nem jó kedvében hízik el igazából. Nem azért nincs kedve szaladni, mert egyszerűen nincs kedve, hanem ezek mögött sokkal mélyebb pszichológiai okok állnak. És a kutatások során a tudósok megállapították, hogy ha már gyermekkorban elkezdődnek ezek a verbális megszégyenítések, akár a szülők részéről, akár a tanárok vagy a társak részéről, annál
rosszabb lesz felnőtt korukban a viszonyuk az egész diétázással kapcsolatban, meg annál jobban fogják utálni a tükörképüket. Sajnos. És ezek a megjegyzések, hogy néhány példát mondjak, lehetnek ilyenek, hogy amit egy kislány hall akár, hogy ilyen kövéren senki sem fog feleségül venni. Senkinek nem fogsz kelleni, nem fog szeretni téged, ha így nézel ki. Vagy egy ilyen testen semmilyen ruha nem áll jól. És sokszor ezeket sajnos az anyukák mondják a kislányaiknak jó szándékkal, de egy egész életre elrontják bennük ezt. És az olyan megjegyzések is károsak, hogy hogyha ilyen sokat ettél, akkor ebéd után menj és szaladj egyet a ház körül. És ezt akár nagyon pici, 7-10 éves kortól is hallhatja egy gyerek, hogyha dundibb. És már kialakul benne egy elégedetlenség azzal kapcsolatban, ahogy kinéz, és egy stressz társul a táplálkozáshoz, és úgy érzi, hogy kell valami kompenzáló viselkedés, hogyha evett sokat, akkor vagy menjen és mozogjon, vagy később ugye tínédzser korba kialakul ez az önhánytatás, vagy akár a beöntések végzése, hogy szabaduljanak meg a megevett ételtől. Szóval csupa ilyen nagyon egészségkárosító szokások alakulnak ki ezek az ítélkezések és a megbélyegzések mentén. Hát ez mind ahelyett, hogy segítene, hogy úgymond motiválná, igazából rossz irányba tereli a fiatalokat, vagy az embereket, akik nagyobb súllyal küzdködnek, és nem segít rajtuk. Abszolút egyáltalán ezek szerint. Így van, sajnos. És a diéta kultúra, ami ki van alakulva, hogy nagyon promoválják ezeket a fogyókúrákat egyfolytában. Most már egy picit áttértek az életmódváltás megnevezésre, de lényegében még mindig azt akarja, hogy súlyt veszíts. És a változást a mérlegen mérik szinte kizárólag az emberek. Tehát nem fontos, hogy ők jobban kezdik érezni magukat esetleg attól, hogy egészségesen táplálkoznak, vagy attól, hogy mozognak, boldogabbak, felszabadul több boldogsághormon, sikerül oldodnia a stressznek, hogyha a mérlegen nem csökken a szám, akkor azt mondják, hogy minden hiába. Mert ennyire be van állítva ez az egész testsúly körül forgás, meg a plusz zsírpárnák körül forgás, és ez borzasztóan káros. Már sokan dolgoznak azon, hogy rombolják ezt a diéta kultúrát és ezt a mentalitást, hogy csak a vékonyság mindenek felett, mert sok nő sajnos odáig fajul, hogy akár anorexiába csap át ez a folytonos diétázás, és elvesztik a menstruációs ciklusukat, emiatt hiánybetegségeik alakulnak ki, akár memóriavesztés, szóval nagyon súlyos dolgok köthetők ehhez. És még rengeteg érdekes dolgot fedeztek fel a kutatók a vizsgálódások során. Például, hogy minél gyakoribb valakinek az életében az ilyen típusú megszégyenítés, annál nagyobb százalékban fordul elő túlevés, titokban evés, és a kontrollvesztés érzése evés közben. Tehát, hogy csak esznek, ők már érzik, hogy nem kéne többet, nem esik jól már az étel, de nem tudnak megállni. Annyira összekapcsolódik az érzelmi világukkal az, hogy esznek a stresszel, a stressznek az oldásával. Ez az evés. És azokban az iskolákban, ahol többet csúfolkodnak olyan gyerekekkel, akiknek nagyobb a testsúlya, sokkal nagyobb arányban diétáznak a lányok. Itt kifejezetten a lányokra vonatkozott ez a megfigyelés, a fiúkat annyira nem érintette ez. Ugye a lányok vannak főként a diéta kultúrának a célpontjában, még mindig. Most már a fiúkat is eléggé csúfolják, hogyha nem elég izmosak, vagy véletlenül elhízottak, de főként a lányokat éri ez a nagy nyomás. És azokban az iskolákban sokkal több lány diétázott, és ugye elég szélsőséges diétákat követnek nyilván a tizenévesek, akik még nem tájékozódnak, és persze, hogy nem fordulnak szakemberhez segítséget kérni. Hát akkor határozottan kimondhatjuk azt, hogy mivel, tehát, hogy
a képünk a testsúlyunkról az változhat egyik napról a másikra. De hogyha valóban a testsúlyunk is megváltozna egyik napról a másikra abba az irányba, amit mi elképzelünk és a legszebbnek látunk, akkor elmondható az, hogy ez nem fog minket boldoggá tenni? Igen, ez biztosan ki lehet jelenteni, mert sokan elérik az áhított testsúlyt. Egy fogyókúrával legyen az akármilyen drasztikus, most nem a módszerről beszélünk, mert sok esetben a cél szentesíti az eszközt alapon, az egyénnek nem számít, hogy milyen módon éri el azt a súlyt, mert ő ahhoz köti a boldogságot, az önmagával való elégedettséget, hogy majd, amikor 20 kilóval kevesebb leszek, akkor biztosan jobban fogom érezni magam a bőrömbe, szeretni fogom azt, hogy kinézek, és a többi, és akkor eléri, tegyük fel azt a súlyt, mondjuk ki tudja hány napos bőjtöléssel, és ilyen leveknek az iszogatásával, és a szörnyű módszerekkel. És akkor úgy, ahogy pörgeti mondjuk az Instagramot, vagy nézi a tévét, lát valakit, akinek mondjuk kerekebb a csípője, egy picit szebb a bőre, szebb a haja, és ahogy a tükörben nézve ezt nem látja, hiába fogyott 20 kilót, még mindig nem olyan, mint, amit, mint az a kép, amivel az imént találkozott. És ezek a képek manapság bombáznak minket, tehát akárhová nézünk ilyen tökéletesen megigazított, kisminkelt, tökéletes testű, 90-60-90-es képek köszönnek ránk mindenhonnan, amit tudjuk, hogy az sem a valóság. Igen. Már tudjuk, de még mindig nehéz abban a pillanatban tudatosítani, hogy amit látunk, az egy kikészített, egy mű kép igazából, és egy egészséges életre valónő soha nem fog valószínűleg úgy kinézni. De ezt ugye nem könnyű tudatosítani, főleg, hogyha amúgy is nehezen megy az, hogy reagáljunk az érzelmeinkre, és felismerjük őket ott a pillanatban. Szóval csak keserűséget és elégedetlenséget okoz, és akármilyen erősen lefogyunk, ez soha nem fog elmúlni. És a fogyástól sokszor olyasmiket várunk el, amivel ugye maga a lefogyás az nem rendelkezik, hogy rendezze az életünkben a kapcsolatokat, hogy elfogadjanak minket a társaink, az attól nem fog bekövetkezni, hogy 20 kilóval soványabbak leszünk. Ezek a dolgok belülről fakadnak, és a túlzott külsőre való fókuszálás általában rossz irányba terel minket, és rossz helyre viszi ki az egész erőfeszítést. Tehát igazából mi a testsúlyunkat tartjuk okként, vagy hibáztatjuk bizonyos esetekben, azért, amért egyes dolgok az életünkben nem működnek úgy, ahogy szeretnénk, vagy nem. Ez érdekes. Ez érdekes, hogy itt üt vissza, és abban a hitben élhetünk, hogy ha a testsúlyunk az kisebb lesz, akkor megoldódnak problémáink. Hát szomorú, hogy így várjuk el, mert mindennek meg kell találjuk az okát, és ha valami nem a testsúlyunktól adódik, akkor az nem is ott fog valamilyen probléma nem is ott fog megoldódni. Így van. És ennek is a diéta kultúra, meg ez a mentalitás az oka valamilyen szinten, mert azzal, hogy folyamatosan piszkálgatják az egyéneket, akiknek nagyobb a testsúlyuk, ők azt élik meg, hogy azért nincsenek elfogadva, mert nagy a testsúlyuk. És azt gondolják, hogy akkor majd, hogyha lefogynak, minden meg fog változni, azok a negatív élmények hirtelen eltűnnek, mindenki szeretni fogja őket, ők is békében lesznek önmagukkal. Csak sajnos ez nem következik be, mert ilyen önbeteljesítő jóslatként működik, hogyha az ember folyton azt hallja, hogy kövér, meg lusta, meg rosszul néz ki, meg nem kitartó. Hogyha sokáig csak ezek a negatív gondolatok élnek az ők fejükben, akkor nem is fognak olyan kitartóan harcolni. Tehát az első alkalom, amikor nehéz megállni, hogy ne vedd el azt a sütit a tálcáról, és te ezt hallod a fejedben, hogy lusta vagy, és nem vagy kitartó, és stb., akkor előbb-utóbb az önsajnálat veszi át a hatalmat, és elengedsz mindent. És ez történik sajnos ennek az eredményeképpen. Úgy látom, hogy néha a testsúlycsökkentést úgy fogjuk fel, mint hogyha nem is
az egészségünkért próbáljuk ezt megvalósítani az életünkben, hanem különböző okok miatt, amik miatt sajnálkozunk, és így teljesen elmegy minden. Tehát úgy látom, hogy így teljesen elrontunk mindent. Így van, csak az a szomorú, hogy nem tudjuk, amikor neki fogunk diétázni, hogy miért akarunk diétázni. Csak egyszerűen akarunk. Igen, azt gondoljuk, hogy igen, az egészségemért teszem, de közben ott van, hogy boldogabb akarok lenni, jobban akarom szeretni magam, azt akarom, hogy a párom jobban elfogadjon, vagy azt akarom, hogy kitűnjek a barátnőim közül, hogy végre megdicsérjenek, hogy milyen ügyes voltam, és kitartó, és lefogytam, hogy valaki észrevegyen, vagy előrébb akarok lépni a munkahelyi ranglétrán. Csak ezeket nem fogalmazzuk meg magunknak, mielőtt belefogunk egy diétába. És ami pont fordítva sül el, mint ahogy szeretnénk, hogyha ezek a dolgok nem következnek be, tehát attól, hogy fogytunk egy picit, senki nem vesz minket jobban számba, akkor feladjuk az egészet. Mert itt csoportosul a fogyás köré az egész életünk, és hogyha nem jönnek be azok az elvárások, amiket mi ezáltal szerettünk volna elérni, akkor megy a kukába a fogyókúra. Hogyha megfigyeljük ezeket az okokat, ezek mind külső okok, tehát nem olyan ok, ami belülről fakad, de hogy kintről jön, meg akarok felelni a barátnőmnek, meg akarok felelni a karrieremnek, meg akarok felelni ennek, annak, vagy amannak, és ezért kezdek el diétázni, nem pedig azért, mert jobban szeretném érezni magam a bőrömben, mert úgy gondolom, hogy az egészségesebb lesz számomra, és hogy az egészséges életmód az boldogabbá fog tenni, vagy nem is értem most már, én is össze vagyok zavarodva, hogy... Nagyon-nagyon-nagyon összetett ez a téma. Igen. És ilyen, ahogy rátapintottál erre a vonalra, hogy amikor a mások viselkedését szeretnénk mi befolyásolni, arra igazából nem vagyunk képesek. Tehát azt elérni, hogy valaki jobban megbecsüljön minket, azt nem tudjuk. Viszont azt, hogy mi megbecsüljük magunkat, és szeressük a tükörképünket, és úgy gondoskodjunk magunkról, hogy egészségesebbé tegyük a testünket, és úgy gondoljuk, hogy megérdemeljük ezt a fajta odafigyelést és bánásmódot, ez váltja ki a többi Igen. emberből is azt, hogy megbecsüljenek minket. Igen. Csak akkor fognak jobban odafigyelni ránk, és olyan bánásmódban részesíteni, amilyenre vágyunk, hogyha elsősorban mi fordulunk saját magunk felé. Akkor egész más lesz a kisugárzásunk. Igen, ezt az emberek látják. Tehát látják, amikor van egy nagyobb önbizalmunk, és ahogy mondtad te is, a kisugárzás az mindent elmond. Tehát, hogyha mi nem tartjuk saját magunkat elég szépeknek, akkor miért várnánk el, hogy más szépnek tartson? Így van, ahogy a nagynéném mondta, a forrás bennünk van, nem kell máshoz menni, meríteni, mert az sosem elég. Hogyha mi magunkkal nem vagyunk rendben, akkor másoktól hiába kapunk N számú megerősítést. Tehát a végtelenig dicsérhetik, hogy jól nézünk ki és szépek vagyunk, hogyha mi magunkat nem látjuk annak, és a tükörbe folyton arra fókuszálunk, hogy hol a hiba, hol van egy kis narancsbőr, hol jelent meg egy ránc, hol van egy őszhajszál, hol nem szép a kinézet, akkor akár mennyiszer dicsérhetnek, mert az nem elég. Abban a pillanatban jól esik, de a következőben, amikor újra meglátunk egy hibát, már újra ugyanott tartunk, mint az előtt. És ezért nem a testsúly az, ami ezt befolyásolja. Mert egyszerűen bennünk kell megszülessen az a fajta önszeretet és öngondoskodás, ami átformál, és a testsúlynak a csökkenése ennek csak egy mellékhatása lesz. Nem az lesz a fő eszköz, hanem az csak úgy bekövetkezik magától, amikor elkezdünk egészségesebb szokásokat elsajátítani, amikor elkezdjük szeretni és becsülni magunkat annyira, hogy rendszeresen étkezzünk, hogy mozogjunk, hogy odafigyeljünk a lelki egészségünkre, hogy megfelelő mennyiségűt aludjunk, feltöltődjünk, kapcsolódjunk az embertársainkkal, akkor a fogyás ennek a mellékhatásaként fog jelentkezni, és nem fogunk rágörcsölni a folyamatra, hogy jaj, vajon lement már 500 deka, vagy egyáltalán megmorzul a mérleg nyelve, mert elkezdjük jól érezni magunkat az életünkben. Milyen diétákhoz folyamodtunk, vagy folyamodnak azok a nők, akik kétségbe vannak esve, és le szeretnének fogyni?
Hát gyakorlatilag bármilyen, ez sajnos. És a női magazinoktól elkezdve, a szomszédnénitől, az internetig, mindenhonnan ömlenek a tanácsok gyakorlatilag. Hogy a tojásdiéta, vagy a káposztaleves, vagy a lébőjtkúra, vagy most, ami nagyon menő, ez az időszakos bőjtdiéta, amiről nem lehet azt mondani, hogy rossz, de nagyon meg kell válogatni azt, hogy kinek szabad ezt csinálni, és kinek nem. Mert egy olyan embernek, akinek amúgy is hadilábon áll a kapcsolata a táplálkozással, azaz valamilyen zavarban szenved, vagy volt anorexiás múltja, esetleg ilyen bulimiás múltja, vagy túllevéses zavarban szenved, esetleg volt már olyan az életében, hogy elveszítette a menstruációját a diétázás miatt, azoknak nem ajánlott az ilyenfajta diéta, mert csak megerősíti bennük azt a téves viselkedést, és újra visszajukadhatnak oda, ahonnan kiindultak. Ezért fontos, hogy ami más valakinek bevált, nem biztos, hogy nekem is be fog válni, és ilyen esetben jobb egy szakemberre bízni magad, bár nagyon nehéz még mindig segítséget kérni az embereknek, mert szégyellik, és úgy gondolják, hogy meg tudják egyedül is oldani a problémát, de ez a segítségkérés nem arról szól, hogy nem vagy képes. Arról szól, hogy te ismered magad, felismerted a határaidat, hogy meddig tart a te képességed, meddig tudod még segíteni magad, és mi az a pont, ahol már más valakinek a rálátása szükséges, egy külső szemlélői, mert mindenkinek vannak vakfoltjai, amiket egyedül nem tud felismerni. És egy segítő viszont lehet, hogy egyből rámutat arra, hogy hol van ez a probléma, és sokkal könnyebb kimászni a bajból valakinek a segítségével és az útmutatásával. És az, hogy segítséget kérünk, azt jelenti, hogy tisztában vagyunk magunkkal, és elfogadtuk azt, hogy hol tartunk, és egy öngondoskodás lényegében. Úgy, ahogy elmegyünk mondjuk a fodrászhoz hajat vágatni, és nem otthon próbáljuk meg két tükörrel a fürdőben, mert azért szégyeljük, hogy fogunk kinézni azután, ugyanígy érdemes akár dietetikushoz, akár pszichológushoz elmenni, aki a lelkünket és a testi egészségünket tudja ápolni. Az a gond, hogy lehet egyes esetekben a nők, vagy férfiak, mikor ilyen diétákat választanak, amik gyorsak, nem is tudatosak arról, hogy akár károsak lehetnének az ők szervezetükre nézve, és nem is tudom, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet megoldani, vagy melyik az a pont, amikor tudatosulnak, amikor valamilyen betegségben általában belemásznak. Uh-huh. Igen. Már akkor kéne tudatosuljon bennünk, hogy probléma van, amikor azt érezzük, hogy meguntuk ezeket az ételeket. Tehát olyasmit nem lehet hosszú távon tartani, ami nagyon restriktív, nagyon szigorú, egy csomó mindent ki kell hagyjunk a normális étrendünkből, tehát azt nem fogjuk tudni hosszú távon fenntartani, és amikor nagyon gyorsan lemennek azok a kilók, például egy hét alatt akár 5-8 kiló, az már gyanús, az nem egy egészséges ritmus. És az ilyen lébőjtkúrák, vagy a vízbőjtkúrák alatt szokott előfordulni az, hogy lemegy két nap alatt 3 kiló, és akkor annyira örülnek az emberek, hogy juhú! Közben az a 3 kiló, az a májunknak a cukortartaléka. Ami pontosan ilyen esetekre van fenntartva, hogyha 2-3 napig nem tudunk enni, akkor azt elbontja a szervezet azért, hogy tudjon továbbra is működni, mert ahhoz, hogy aludjunk, már szükségünk van, persze testsúlytól, meg magasságtól, meg életkortól függően, de több ezer kalóriára. Tehát ilyen 1300 és 1600 kalória között mozog csak a nyugalmi állapotunkhoz való testfenntartáshoz való energia szükséglet, és hogyha nem eszünk semmit, akkor úgy is kell ezt a szervezet valamilyen módon biztosítsa. Tehát az alatt a pár nap alatt lebontja a cukorraktárakat, de semmilyen zsírvesztés nem történik. Annyi, hogy azok elfogynak, és minél kevesebb a szénhidrát a szervezetünkben, annál kevesebb vizet tart vissza, mert minden 1 gram szénhidrát 4 gram vizet köt meg.
Tehát 100 g szénhidrát, 400 g víz, az már egy fél kiló gyakorlatilag. Uh-huh. És így történik az, hogy 3 kiló lemegy, és mindenki örül, de ahogy újra visszatérünk a normális étkezéshez, az a 3 kiló vissza is jön, mert az a raktár és a szervezet így gondoskodik magáról. Tehát már ebből fel kéne tűnjön az, hogy probléma van. És főleg az ilyen jó-jó effektusból, hogy még több jön vissza, miután abba hagytad a fogyókúrát, mint amennyi lement, ez már egy felkiáltó jel, hogy ez nincs rendben, és nem így kéne hozzáállni a helyzethez. Konkrétan hol vezethetnek az ilyen diéták? Tehát milyen betegségekbe kerülhetünk miattuk? Hát a legkevésbé súlyos, amibe kerülhetünk, az a különböző tápanyaghiányok, vitaminhiányok és ásványi anyaghiányok. Viszont az érzékeny személyiségű embereket akár egy evészavarba is taszíthatja. Az olyan múlttal rendelkező nőket vagy férfiakat, akiket kiskorukban sokat csúfoltak a kinézetük miatt, a dundiságuk miatt úgymond, egy ilyen diéta komoly evészavaros helyzetbe sodorhat. És az olyan fiatalok esetében is, akiknek az életük annyira kontrollálva van más valaki által, hogy egyedül az evés az, amit ő határoz meg, nekik is nagy fogózó lehet egy ilyen diéta, hogy véletlenül kipróbálnak egyet, meglátják, hogy hú, ez beválik, végre az történik, amit én akarok, annyit eszek, amennyit én akarok, senki több ételt belém nem tud diktálni, mint amennyit én meg akarok enni, akkor ezt használják arra, hogy kontrollálják az életüket. És ehhez kötnek körülbelül mindent, holott az étel meg a táplálkozás nem erről kellene, hogy szóljon. És ilyen fiatal lányok esetében akár anorexiába torkolhat ez a fajta diétázás. Tehát rákapnak úgymond ennek az ízére, hogy milyen jó könnyűnek érezni magam, és jó ez a kontroll, hogy a táplálkozásommal meghatározhatom ezt az egész dolgot, és így elkezdik érezni a saját erejüket, úgymond, és annyira elsodródnak, hogy már nem veszik észre azt, hogy az éhenhalás szélén állnak, és a végletekig tagadják ezt az állapotot, és általában az anorexiások azok, akiknek nagyon nehezen lehet külsőleg segíteni, mert ők nem ismerik el azt, hogy már szinte nincs bennük élet. És általában ők maguk sosem kérnek segítséget, hanem úgy kerülnek el a terápiára, hogy a családjuk már aggódik értük. És hogy alakul ki az étkezési zavar? Vagy tudnál esetleg példát mondani, hogy mit jelent ez? Hányszor étkeznek az olyan személyek, akik étkezési zavarral rendelkeznek, vagy mit esznek, vagy mit nem esznek? Általában inkább a viszonyulásuk az ételekhez az, ami problémás. Nem is annyira az, hogy mit esznek, vagy mit nem esznek, hanem hogy hogyan állnak ehhez. Nyilván ebből következik az, hogy bizonyos ételeket egyáltalán nem fognak megenni. Alapjában véve három típusú étkezési zavart különítenek el, az anorexia nervózát, a bulimia nervózát és a túlevéses zavart, vagy angol kifejezéssel élve a binge eating disordert. A diagnosztikus kritérium az anorexia megállapításához az, hogy folyamatosan csökkenti a kalóriabevitelt, az energiabevitelt, olyannyira, hogy már szinte alig eszik egy nap, ilyen egy kocka csokoládéval és egy tejával él, és olyan alacsony testsúlyhoz vezet, ami már nem normális, tehát a normál testsúly intervallumnak az alsó határán messze túlmegy, és sem az életkorához, sem a neméhez, sem a testalkatához képest nem jó a súlya. Olyan alacsony a testzsírszázaléka már, hogy a hormonjai nem tudnak egyszerűen működni. Innen következik az, hogy elveszíti a menstruációs ciklusát, hogyha nőről van szó, általában sajnos nőkről van szó, hogyha anorexia nervózáról beszélünk. A másik tünet az, hogy erős a félelme a testsúlygyarapodással kapcsolatban. Tehát nagyon nézi, hogy nehogy egy grammot hízzon, vagy egy fél millimétert vastagonjon a combja.
már nagyon tényleg annyira görcsösen rá van erre fókuszálva. És a harmadik pedig az, hogy el van torzulva a saját testsúlyáról, a saját étkezéséről és a kinézetéről alkotott képe. Ő továbbra is kövérnek látja magát, vagy lát itt-ott súlyfelesleget, holott a környezetének nyilvánvaló, hogy csak csont és bőr. A bulimia esetében pedig egy más típusú megnyilvánulásról van szó. Ott előfordul az, hogy bedobják a gyeplőt, elszabadul a ló, és mindent megzabálnak, úgymond. Egy egységnyi idő alatt, mondjuk 2 óra alatt hatalmas mennyiségű ételt képesek megenni, annyira, hogy már rosszul vannak bele. Tehát kifosszák a hűtőt, több 1000 kalóriát megesznek egyszerre, és utána, hogy az elhízást elkerüljék, meghánytatják magukat, vagy különböző hashajtókat szednek, beöntést végeznek, hogy megszabaduljanak attól a rengeteg ételtől, amit befaltak. És hogyha ez a fajta viselkedés legalább egy héten egyszer jelen van 3 hónapig, akkor már arról beszélünk, hogy kialakult ez a zavar. Uh-huh. A túllevéses zavar pedig, ami gyakori és nem tekintünk rá evészavarként, az nagyon sok embernél előfordul, hogy rosszul létig esznek, tehát nem állnak le ott, ahol már elég lenne, hogy kellemes, jól lakottság, könnyed érzés, hanem addig esznek, amíg pukkadnak el. Ez ünnepek környékén nagyon sokan megtapasztalják, vagy az, hogy elkezdenek titokban enni, hogy ne kelljen hallgassák a megjegyzéseket, uh-huh. hogy ennyit megeszel, vagy szégyelik ugye ők is, hogy mennyit esznek. Amikor stresszesek, akkor ehhez folyamodnak, és azután hatalmas bűntudat jelenik meg bennük, hogy elfogyasztották azt a mennyiségű ételt, és nagyon rosszul érzik magukat, viszont nem kompenzálják önhánytatással, vagy ilyesmivel. Tehát ebben az esetben történik meg az, hogy kívül is látszik, tehát elhíznak az emberek, akiknek ilyen túllevéses zavaraik vannak. Míg a bulimiásról nem lehet megállapítani például. Mert teljesen átlagosnak néz ki, csak azt tudja, aki hallja, hogy hányszor jár vécére. Uh-huh. És egy normális testsúlyú nő vagy férfi, hány kalóriát kellene bevigyen a testébe egészségesen? Hát ez nagyon-nagyon egyénfüggő és személyre szabott, és akkor lehet egy teljesen pontos számot mondani, hogyha elvégzünk bizonyos méréseket, a testzsír százalékot, izomtömeget megmérjük, felmérjük azt, hogy hány éves, mennyire intenzíven sportol, mennyit alszik, milyen az életstílusa, tehát úgy általában véve nem lehet ilyen számot mondani, ami mindenkire igaz. Ezért is veszélyes olyan diétákat követni, ahol megvan szabva, vagy ennyi kalóriát kell enni, és kész, vagy ennyi gram szénhidrátot mindenkinek, és kész. Mert nem lehet ilyet, hogy mindenkire találjon. Annyira különbözőek vagyunk, hogy feltétlenül szükséges magunk után igazítani ezeket, és odafigyelni arra, hogy hogy érezzük magunkat, amíg tartjuk azt a diétát. Mikortól szükséges egy dietetikus beavatkozása az életünkbe, vagy egy pszichológus beavatkozása akár? És miben tudnak ők segíteni minket? Hát a dietetikus feladata elsősorban az, hogy tisztába tegyen minket az egészséges táplálkozásnak az alapjaival. Hogy megtanítson arra, hogy hogyan kombináljuk az ételeket egymás között, hogy az annak jótékony hatása legyen a vércukor szintünkre, hogy egyensúlyban tartson. Meg tudja mondani nekünk, hogy mi az ideális kalória bevitel a számunkra, annak a függvényében, hogy mit szeretnénk elérni. Illetve abban tud segíteni, hogy változatos recepteket kínál, útmutatást ad a bevásárláshoz, megtanít, hogy hogyan olvassunk el a címkéket, amikor vásárolunk, mire kell odafigyeljünk. Viszont az, hogy milyen a kapcsolatunk a táplálkozással, és hogy mennyire hatékonyak az életünkben ezek a diéták, vagy az életmódváltások, az már nem a dietetikus kompetenciája, mert ezek lelki eredetű dolgok általában. Hogyha valaki folyton elbukik a
különböző életmódváltó programokban, és egyszerűen nem tudja megállni, hogy ne egye meg azt az ételt, vagy miután néhány hétig tart egy szigorú diétát, aztán zabálásba torkolik, akkor az már egy lelki eredetű probléma. És hogyha folyton visszanyeri a régi testsúlyát, és nem ragadnak meg rajta, úgymond az egészséges szokások, akkor azt jelenti, hogy mélyebbre kell ásni, és fel kell fedezni ezeket a mozgatórugókat, hogy mi az, ami őt folyton visszajuttatja ugyanoda. Valószínűleg rosszak a megküzdési stratégiái, és az étkezéshez, meg a testsúlyhoz kapcsol olyan dolgokat, amiket már az elején említettünk, hogy nem tőle függenek. Lehetnek akár múltbeli tapasztalatok is ilyen hatásúak? Igen, sőt, gyakorlatilag csak múltbeli tapasztalatok lehetnek ilyen hatásúak. Például már egészen a hozzátáplálástól kezdve, a pici csecsemők táplálásától kezdve alakul ki bennünk ez a viszony, ahogy az étkezéshez és a válogatósághoz viszonyulunk akár, mert hogyha az édesanyánk például óra szerint etett minket, és mi pont nem vagyunk éhesek, amikor van az étkezés, de muszáj megenni, és például nem szabad felkelni az asztaltól addig, amíg el nem fogy a tányéről az az étel, akkor bennünk teljesen eltorzul az észlelése annak, hogy mikor vagyunk éhesek, és mikor vagyunk jól lakottak, és valaki más kontrollálja ezeket a belső folyamatainkat. Tehát gyakorlatilag elveszi tőlünk azt, ami felett egyedül mi tudnánk rendelkezni, és már itt elcsúszik sokszor a dolog, vagy hogy akkora ügyet csinálnak a gyerekeknek az étkeztetéséből, hogy jaj, válogatós, kell szaladni utána az étellel, nem akar semmit enni, és akkor mindig csak az van főzve, amit az a gyerek megeszik, vagy nyomást gyakorolnak rá, hogy egyen meg mindent. Tehát már itt eltorzul a kapcsolat a táplálkozással, és már ezek oda vezetnek, hogy felnőtt korban nagyon aköré csoportosul minden, hogy eszünk, nem eszünk, mit eszünk. Ezek általában válogatos emberek maradnak felnőtt korukban is, akiknél így kezdődik a gyerekkor, és a tányérról mindent meg kell enni szabály, ez él függetlenül az életkorunktól. Tehát sokszor azért tesszük meg azt, amit a tányéron látunk, mert sajnáljuk ott hagyni, mert ez gyerekként már így rögzült, hogy azt nem szabad. Holott csak addig kéne együnk, amíg érezzük, hogy elég. És ugyanígy a gyermekkori csúfolódások, hogy akár a szülőnk, akár a társaink megjegyezték, hogy milyen kis dundi vagy, vajon mennyit eszel, vagy a nagy családi ebédeknél, hogy folyton azt firtatják, hogy jaj, azt mind megeszed, vagy hát ilyen keveset ettél. Ezek is olyan kérdések, amit nem kellene folyton vitatni, és azt a másiknak a száját nézni, hogy mennyit teszik, és ennyit, és annyit, és sokszor minket dietetikusokat is érjen, hogy hát te eszel csokoládét, hát nem gondoltam volna. Itt is bejön a képbe az, hogy bűnös ételeknek nevezünk bizonyos ételeket, holott semmilyen ételnek nincs meg az a hatalma, hogy minket instant megbetegít attól, hogy befaltuk, vagy megesszük ezeket a csoda élelmiszereket, például egy avokádót is, hirtelen egészségesek leszünk tőle. Szóval az ételeket sem kell felruházni ilyen hatalommal, mert nincsen nekik. Az egész a mi viszonyulásunktól függ. Azt fontos megfogalmazni, hogy mi az oka az étkezésünknek, tehát konkrétan azt, hogy miért eszünk. Igen, nagyon fontos megfogalmazni, mert rengeteg oka lehet annak, hogy eszünk. Kezdve attól, hogy éhesek vagyunk, egészen addig, hogy unatkozunk, hogy illemből megesszük, mert tudjuk, hogy ha nem esszük meg, akkor anya nagyon szomorú lesz, vagy akár hogyha vendégségekre vagy esküvőkre gondolunk, ahol töménytelen mennyiségű ételt kell megegyünk rövid idő alatt, azt is megesszük, mert hát így kívánja a szokás, vagy mert ingyen van valaki, akkor képes ezzel élni, hogy hát ha ingyen adják, akkor együnk jó sokat, amikor nem a mi kasszánk bánja, meg unatkozunk, vagy akár szomorúak vagyunk, vagy idegesek vagyunk, vagy ilyesmi. Szóval nagyon fontos, hogy felfedezzük ezeket a
dolgokat, és hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, hogy éppen miért eszünk, mert innen kezdődik az út, ami befele halad, és amikor fel tudjuk fedezni a belső mozgatórugóinkat, és csak olyankor együnk, amikor valóban éhesek vagyunk. Nem stresszkezelésként használjuk az evést, kizárólagos eszközként, úgymond. Mert azzal nincs baj, hogy néha, amikor ideges vagy, és vagy szomorú vagy, és jól esik egy szelet sütit befalni, és attól jobban érzed magad, azt oké, tedd meg, de ne ez legyen az egyedüli mód, ahogy meg tudsz küzdeni a rossz érzésekkel. Hogy tudunk határokat kialakítani, vagy milyen befolyással bírhatnak az életünkre nézve a határok? Ez is egy nagyon fontos kérdés, és ezek is már gyermekkorban kezdődnek, ezeknek a kialakítása. Úgy, ahogy említettem a hozzátáplálással kapcsolatban, itt az a szülő, aki meg akarja határozni, hogy a gyereke mikor egyen, mennyit egyen, és hogy egyen, az összemossa a saját határait a gyereknek a határaival, a felelősségi köröket. Hogy mennyit tegyen meg az a gyerek. Tehát az az anyuka, aki jobban tudja, hogy a gyereknek mennyit kéne megennie, az már meghaladta az ő felelősségi körét. Tehát igazából a szülők azért felelnek, hogy ételt tegyenek az asztalra. Ők mondják meg, hogy mi legyen a menü, és hogy itt van az ebédidő, de azt, hogy mennyit eszik az a gyerek, és mit eszik meg abból, ami eléje van téve, az a gyerek feladata. Tehát, hogyha ebbe belemászunk, akkor már átléptünk egy határt, és a gyerek így szokja meg, nem tudja, hogy melyik az ő feladata, és melyik az anyáé, elkezdi ő megmondani, hogy mi legyen az étel, ha már az anya mondja meg, hogy mennyit kell megenni belőle, akkor ő elkezdi megmondani, hogy akkor rendben, de ez legyen az étel. És itt már összegabajodnak a szálak, vagy hogy nagyon beleszólunk egyik a másiknak az életébe, ez is egy határ összemosás. Nem tudjuk, hogy melyik kinek a feladata, nincsen sosem megbeszélve azt, hogy akkor ki mit végez el. Ezek is a határoknak az összemosása, és ez nagyon erősen kihat a táplálkozásra. És sokan a diéták által próbálják kontrollálni ezeket a dolgokat az életükben, mert a diétázás és a nem evés úgymond az egyedüli mód, amiben tényleg más nem tud beleszólni, nem tudnak ránk erőszakolni, több ételt, mint amennyit meg akarunk enni, vagy illetve nem akarunk. Vagy hogyha mégis, hogyha nem tudunk ellenállni, és nagyon bűntudatunk van, hogy anyu annyit kínlódott, és akkor muszáj megenni, hiába én már nem eszem ilyeneket, akkor is egy olyan rossz lelkiállapotot fog eredményezni, ami előbb-utóbb valamilyen irányba eltolja az egészséges kapcsolatot a szétkezésekkel. Hát sok mindent elmondtunk. De még lennének kérdések, bőven lennének kérdések. Még nem jutottunk adásunk végéhez, úgyhogy még felteszek egyet-kettőt. Mi van azzal a helyzettel, amikor egy gyereknek a határa annyira elmosodott a saját szüleinek a határával, hogy nem szeretne enni, vagy nem akar enni? Tehát, hogy gyerekkorban már kialakulhat az anorexia? Gyermekkorban még nem lehet anorexiáról beszélni, általában 10 éves kor körül jut el egy gyerek erre a pontra, viszont extrém válogatóságról már lehet beszélni, igen. És általában ilyenkor el kell gondolkozzon a szülő, hogy vajon elég teret ad a gyereknek. Mert az evés, az alvás és a szobatisztaság az a 3 pont, ahol a gyerek ki tudja mutatni az ő akaratát, úgymond, ahol a szülő tényleg nem tudja befolyásolni azt, hogy most a WC-be vagy a pelenkába végzi el a dolgát, tehát kívülről mi akármit csinálhatunk, hogyha a gyerek nem akarja. Ugyanígy, hogyha ő nem akar elaludni, akkor ringathatjuk reggeltől estig, mert nem akar, és hogyha nem akar enni, akkor ugyanezek a játszmák mennek. És ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, hogy elég teret engedünk ki a gyerekünknek. Bízunk-e benne annyira, hogy ő képes ezeket a folyamatokat egyedül kibogozni? És nagyon fontos, hogy ő érezze azt, hogy mi bízunk benne, és kompetensnek tartjuk, különben felnőtt korban jönnek ki ennek a hátulütői. Akkor lesz nagyon alacsony az önértékelés, és ugyanúgy nem tudják megvédeni a határaikat, hogy milyen emberekkel állnak szóba, általában egyik rossz kapcsolatból a másikba,
mennek, a munkahelyen is eltűrik a megaláztatást, úgymond, mert úgy szokták meg, hogy az élet ilyen, és sajnos úgy vagyunk kialakítva, hogy azokat az ismerős érzéseket keressük egész életünkben, amiket gyermekkorunkban tapasztaltunk, nem számít, hogy azok rosszak voltak. Tehát azok a nők például, akiket kisgyerekkorukban az apukájuk vert, vagy ivott, vagy ilyenek, nagyon gyakran olyan férfihoz mennek feleségül, aki ezt folytatja. Közben nekik ez nem jó, és ők is érzik, hogy nem jó, de nem tudnak máshogy dönteni. Szakember segítsége nélkül akár, vagy anélkül, hogy felfedezzék magukban ezeket a téves működéseket. Uh-huh. És ha már boldogságot is belehoztuk a témába, akkor hogyan tudnánk mi a boldogságot úgy felfogni, hogy ne legyen összeköttetésbe a testsúlyunkkal, de mégis legyenek megfelelő elvárásaink a saját kinézetünkkel és az egészségünkkel szemben. Hogyan kellene felfogjuk igazából a boldogságot, hogy ezek teljesüljenek? Hát a boldogság felfogásával kapcsolatban leggyakrabban azt a hibát követjük el, hogy lineárisnak képzeljük el, hogy a boldogság az ilyen, hogy tart, és akkor boldogok vagyunk, és hogyha elszomorodunk, akkor az már nem boldogság, hogyha idegesek vagyunk, akkor az már nem boldogság. Tehát ilyen végletesen képzeljük el, hogy akkor az a jó érzés az örökké kell tartson, és minden helyzetbe, de hogyha jön egy nehézség az életben, akkor nem lehetünk folyton boldogok, vagyis ugye azt is gondoljuk, hogy aki folyton boldog, azzal valami baj van. Végül is, hogyha akármi történik vele, akkor ő csak tovább vigyorog, akkor elgondolkozunk, hogy lehet, hogy valamit nem fog fel normálisan. Tehát erre kell emlékeztessük magunkat akkor, amikor boldogok szeretnénk lenni, hogy az teljesen normális, hogy időnként elszomorodunk, hogy rosszul érezzük magunkat, nem vagyunk megelégedve a teljesítményünkkel. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk boldogok, hanem ezek az életnek a normális velejárói, és ilyenkor meg kell nyugtassuk magunkat, türelmesekkel legyünk magunkhoz. És nagyon, nagyon fontos, hogy így gondoljunk erre a folyamatra, és hogy ne akkor legyünk boldogok, ha elértük ezt, vagy amikor megtörténik az, akkor majd boldog leszek, hanem arra figyeljünk, hogy a jelenben mit csinálunk, mert ez határozza meg igazából a jólétünket, hogy hogyan érezzük magunkat most, és hogyan viselkedünk a jelenben, és nem majd, amikor valami megtörténik. Tehát nem ilyen feltételhez kötött boldogságról kell beszélnünk. Láttam, hogy hoztál magaddal egy könyvet. Igen. Ezt a könyvet, az Éhes Lélek Gyógyítása című könyvét Lukács Liza táplálkozás pszichológusnak. Ez egy nagyon-nagyon értékes írás, és mindenki, aki szeretné megismerni a táplálkozásnak a lelki vonatkozásait, illetve a táplálkozási zavaroknak a részletes ismertetését, és azt, hogy milyen családi körülmények, milyen szokások, milyen kötődési minták, kapcsolati típusok vezetnek oda, hogy táplálkozási zavaraink legyenek, azoknak nagyon melegen ajánlom. És akár a dietetikus kollégáknak is, mert nagyon bővíti a rálátásunkat. És máshogy tudunk viszonyulni, akár a túlsúlyos emberekhez is. Mert sajnos nagyon sokszor megtörténik az, hogy az orvosi és egészségügyi ellátásban előítélettel kezelik a túlsúlyos embereket. És végeztem egy ilyen mini közvéleménykutatást az Instagram oldalamon, és sok válasz érkezett ezzel kapcsolatban, hogy valaki állapította-e meg már a kinézetükből, hogy milyen betegek. És sajnos a nők esetében a policisztás petefészek szindrómával küzdők, vagy inzulinrezisztensek esetében, így ránézésre megmondták, hogy hát majd, ha lefogy, akkor biztos rendeződik minden, s a gyereket akar, jöjjön vissza. Vagy hogy ilyen soványon biztos nem lehet inzulinrezisztens, az csak a kövérek szoktak lenni, holott ez egyáltalán nem így van. És emiatt a hozzáállás miatt sokszor éveket késik a diagnózisnak a felállítása. Sokszor az történik, hogy egy inzulinrezisztencia, egy kezdődő cukorbetegség lappang a háttérbe, és amiatt jönnek fel olyan könnyen a kilók. Tehát az ember nem is eszik sokat.
És hogyha ezt megállapítottuk volna, akkor nem jut ide a helyzet. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt az előítéletet a helyén kezeljük, és legyőzzük magunkban, és nem a testsúly köré csoportosítsuk az egészségnek a megfogalmazását. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ma a stúdióba, és megosztottad a szaktudásodat, megosztottál mindent, amit tudsz erről a témáról, mert egy fontos téma, mi nők legfőbbképpen küzdünk vele, és jó, hogy így a végére megfogalmazódott az is, hogy mit jelent konkrétan a boldogság ennek a témának az értelmében. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és Isten áldását kívánom a munkádra nézve, és az életedre nézve a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és örülök, hogy ezt a fontos témát meg tudtuk beszélni. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak a mai adásban, amelyben pontra tettünk néhány tévhitet azzal kapcsolatosan, hogy mitől leszünk boldogabbak. Rájöttünk, hogy a testsúlyunknak a csökkentése, a fogyás nem minden esetben boldogsághoz vezet, és remélem, hogy azok a dolgok, amik elhangzottak a mai beszélgetésben, Dali Halmágyi Csedén dietetikussal, azok mindannyiunk segítségére szolgál, és segíteni fog abban is, hogy másképpen fogjuk fel testképünket, és másképpen fogjuk fel azt, hogy hogyan működik igazából a boldogság, és hogyan lehet azt elérni. Amennyiben kíváncsiak hasonló jellegű témára, egészségügyi témákra, vagy vissza szeretnének nézni más adásokat, akár a mait is, meghívom önöket, hogy tartsanak velünk, illetve, hogy kövessék be a Facebook oldalunkat, és a hetednapi adventista egyház Romániai Uniójának a YouTube csatornáját, ahol megtalálhatnak minket. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak, Isten áldását kívánom önöknek is a viszontlátásra.